fejlesztések a mentőszolgálatnál. Idén a Rakamazi és a Kisvárdai mentőállomást is felújították, valamint 3 új autót is kapott a szervezet. Adószám gyerekeknek. Minden 25 év alatti gyermek hivatalból kapott adószámot a NAV-tól, így minden család érvényesítheti majd az adókedvezményt 2017-ben is. Karácsonyi tüzek. A gyantagőz miatt a karácsonyfák néhány perc alatt leégnek, és könnyen kigyulladhat az egész ház. Új mentőautók üzembe helyezése, állomások korszerűsítése és mentéstechnikai fejlesztése. Aktív évet zárta az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőszervezete. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Idén mintegy 77 ezer mentési feladatban vett részt a 460 megyei dolgozó. 2016-ban többek között a Rakamazi és a Kisvárdai mentőállomást felújították, és 3 új autót is kapott a szervezet. Mozgalmas évet zár az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentőszervezete. Idén összesen 77 ezer mentési feladatban vettek részt, főleg a belgyógyászati ellátások voltak nagyobb számban, majd ezeket követte a baleseti és a gyermekgyógyászati. Megyei viszonylatban jelenleg 18 mentőállomás működik, ezekben összesen 460-an dolgoznak. Idén több helyen korszerűsítették az épületeket. Az idei évben olyan feladatokat hajtottunk végre, hogy mentőállomások felújítása zajlik még jelenleg is. A megyében, amit így meg tudnék említeni, az a Rakamazi mentőállomás, ahol az önkormányzat hadható segítségével sikerült mentőállomás részeket felújítani, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ami jelenleg zajlik, az pedig a Kisvárdai mentőállomásnak a külső és a belső tér felújítása, illetve az elektromos vezetékeknek a hálózati rendszerének a felújítása. Egy másik korszerűsítés a mentési folyamatok gyorsaságát segíti. Hamarosan bevezetnek egy úgynevezett intelligens fedélzeti terminált a mentőautókba, amely lehetővé teszi az internetes kapcsolattartást. Ez abban segíti a szakemberek munkáját, hogy hamarabb megkapják a feladatokat, és így késedelem nélkül kiérhetnek a baleseti helyszínekre. Gyakorlatilag a nyugat-európai országokban már ez egy régebbi hagyományokra tekint vissza. Nálunk a dolgozók körében változatos érdeklődés mutat, de januártól pedig már élesben fogjuk ezt használni. Most is egy ilyen próba jelleggel folyamatosan használjuk. Ami még az idei évre vonatkozólag megemlítenék, hogy a főigazgatóság bevezette a 24 órás szolgálatot. Az a dolgozók önkéntesen vállalhatják, hogy 24 órás szolgálatot vagy szolgálatban vesznek részt. Gyakorlatilag ez bármikor visszamondhatják előző hónap, tehát ez nem egy kötelező érvényű. A megyében jelenleg 51 kocsival teljesítik a mentőszolgálatot. Idén 3 új autót kapott a Szabolcs megyei szervezet. A jövő évi tervek között szerepel a gépjárműpark további bővítése és lecserélése. Egy-egy mentőautó felszereltségétől függően 25 és 40 millió forintba kerül. Több 10 000 forint állami támogatástól is eleshetnek azok a szülők, akiknek 10 és 25 év közötti gyermeke még nem kapta meg az adóazonosító jelét a NAV-tól, mivel januártól az érintettek munkáltatója nem tudja majd érvényesíteni a családi adókedvezményt a havi bérből levont adóval szemben. Ez a hír jelent meg több médiumban, azonban minden 25 év alatti gyermek hivatalból kapott adószámot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, így minden család érvényesítheti majd az adókedvezményt 2017-ben is. Ilyen adóazonosító kártyát csak a 2006 után született gyermekek kaptak automatikusan. 2006 előtt még a szülőknek kellett igényelni. Adóazonosító jel nélkül azonban a munkáltató nem tudja majd érvényesíteni a családi adókedvezményt a bérszámfejtés folyamatában, ezért az okmány minden gyermek számára fontos. A családi adókedvezmény csak a kedvezményezett gyermekek után vehetik igénybe a szülők, tehát hogyha valakinek több gyermeke van, de a jogosult gyermekek száma nem éri el a megfelelőt, akkor természetesen ezeket nem tudják érvényesíteni. Nagyon fontos arra figyelni, hogyha valakinek a bére nem éri el a megfelelő összeget, és nem tudja maximálisan érvényesíteni ezeket a kedvezményeket, akkor megteheti a járulékokból is, hiszen ezek családi adó- és járulékkedvezményként élnek.
Ha valaki mégsem kapta meg ezeket az adószámokat, a NAV ügyfélszolgálatánál bármikor igényelheti. Hogyha valaki nem rendelkezik ezzel az adóazonosító jellel, az se essen kétségbe, hiszen itt az ügyfélszolgálatunkon meg tudja kérni a gyermekének az adóazonosító jelét, amit egyébként a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 2016. december 31-ig 25. életévüket be nem töltött gyermekek részére megképezett, és hivatalból ki is postázott, tehát ez már szeptemberig megtörtént. A családi adóalap kedvezmény 2017-től egy gyermek esetén 66.670 forint, két gyermek után 100.000 forint, három gyermekeseknek pedig 220.000 forint lesz havonta. Ez azt jelenti, hogy a nettó kereset egy gyerek után 10.000 forinttal, kettő után 30.000 forinttal, három vagy több gyermek után pedig 99.000 forinttal lesz magasabb. Magyarország a költségvetés 4,7%-át, összesen 1741 milliárd forintot fordít majd családtámogatásra 2017-ben. Ez az összeg 14%-kal magasabb, mint az idei évben. Országosan 40-50 karácsonyfa tűz előfordul az ünnepek alatt. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet arra, hogy az adventi koszorúkon a gyertyákat, a fenyőfákon a csillagszórókat és a fényfüzéreket is érdemes elővigyázatossággal használni. A gyantagőz miatt a karácsonyfák néhány perc alatt leégnek, és könnyen kigyulladhat az egész ház. A tűzoltók egy karácsonyfa tüzet szimulálnak. A karácsonyfát általában a nappaliban helyezzük el. Ha kigyullad a fa, gyorsan átterjedhet a tűz a bútorokra, függönyre, ugyanis a gyantás fenyő könnyebben lobban lángra és hamar elég. Rendkívüli gyorsasággal szinte 1-2 perc alatt leéghet egy átlagos másfél méteres karácsonyfa, és a helység 5-10 perc alatt kiéghet. Ilyenkor dobjunk a fára pokrócot, mert a friss oxigén tovább táplálja a tüzet. Fontos az is, hogy megfelelő oltóvíz forrás álljon rendelkezésre, nem kell nagy dologra gondolni, a kis dolgok ugyanolyan nagyszerűek, legyen kéznél egy pohár víz vagy egy tálkában víz, amelyek az elsődleges beavatkozást meg tudják tenni, hogy a későbbi lángok tovább tudjanak terjedni a lakásban. Egyébként, ha a baj bekövetkezik, akkor mindenképpen hívják a 112-es segélyhívószámot. Az égősorokat is ki kell próbálni, lehetőleg napközben figyelni kell arra, nehogy éjszaka történjen meg a baj. Rengeteg olyan elektromos tűz szokott ebben az időszakban keletkezni, amelyek képesek egy egész lakóházat lángra lobbantani, illetve mindenképpen felhívnám a figyelmet a vegyes tüzelésű, illetve egyéb kályhák, melegedő eszközöknek a használatára, tehát a vegyes tüzelésű kazánok esetében a tűzifát mondjuk tegyük távolabb egy kipatanó szikra, ugyanúgy tűzveszélyes lehet, illetve tűzet idézhet elő. Sokan otthon saját kezűleg készítették el az adventi koszorút és egyéb lakásdíszeket. Érdemes arra is figyelni, hogy a gyertyák alá hőszigetelt anyag kerüljön. Minden elővigyázatosság ellenére is az országos statisztikák szerint 40-50 karácsonyfa tűz adódik minden évben. Az egész évben bekövetkező átlagos 5000 lakástűzből 1000 az advent és a vízkereszt közötti időszakra tehető. Sikeresen pályázott Tiszavasvári a város központi konyhájának felújítására. A nyertes mintegy 78 millió forint értékű pályázatról a település polgármestere ma számolt be sajtótájékoztatóján. A jobbikos polgármester kiemelte, a településen 1500 adag étel készül el naponta a felújítás előtt álló konyhában. Annak korszerűsítése ezért is volt időszerű. A 100%-os visszanemtérítendő támogatásból 13,5 millió forint eszközfejlesztésre is fordulhat, mondta el Fülöp Erik. A beruházás 2017 nyarán indulhat el. Mintegy 78 millió forintból tudjuk végrehajtani a Kabai konyhánknak a rekonstrukcióját, annak a konyhának, ami 1500 gyermeknek a napi étkezését látja el. Ebből a pályázati forrásból az épületet, a konyha épületet tudjuk majd felújítani, teljes belső és külső nyilázáró csere, a burkolatok cseréje, a szennyvízhálózatnak és a villamoshálózatnak a korszerűsítését tartalmazza ez a elnyert támogatási forrás, illetve hát egy agrárlogisztikai központ kialakításával, egy hűtőháznak a létesítésével is bővül majd az önkormányzat és a közétkeztetési KFT-nek a kapacitása.
Az autók mellett a vezetési technikát is érdemes téliesíteni, figyelmeztetnek a szakemberek. A téli útviszonyok finomabb kormányzást és a hirtelen fékezések mellőzését igénylik. Mivel sokan csak az ünnepi bevásárlás vagy családlátogatás idejére ülnek autóba, ajánlott számukra egy kis gyakorlás forgalommentes területen. Sűrű a forgalom ennél a nyíregyházi bevásárlóközpontnál, sokan az utolsó pillanatokban próbálják meg beszerezni a karácsonyi ajándékokat. Ilyenkor a rutintalan, keveset vezető autósok is a volán mögé ülnek, a többi járművezető pedig a szokásosnál is türelmetlenebb a többi közlekedővel szemben. Az ünnepekhez közeledvén nagyon-nagyon siet, rohan mindenki. Ugye félünk, hogy lemaradunk valamiről, félünk, hogy nem tudjuk azt a valamit megvenni, türelmetlenek, ingerültebbek az emberek. Oktatóként tapasztalom, hogy nagyon sokszor rádudálnak a tanulókra, pedig ugye, tehát főleg az ünnep közelettével azért zsufoltabbak a városok, a belvárosok, de az autópályák is, és ilyenkor azért több türelmet kellene tanúsítani, nem csak a tanuló fele, hanem a többi járművezető fele is. A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy minden autós a téli útviszonyoknak megfelelően vezessen. A télen keveset autózók számára hasznos lehet a járműkezelésről tanultak fel elevenítése és gyakorlása, de a tapasztaltabbaknak sem árt óvatosabban haladni a jeges és csúszós utakon. A téli vezetésnél nagyon-nagyon fontos, hogy motorféket használjuk, és a lábféket csak minimális, illetve csak a megállásnál kell már használni. Alacsony fordulatszámú célszerű járműnek a használata, tehát minél kevesebbet legyen magas fordulatszámon a jármű. Fékpedált ugye említettem, tehát csak éppen a végén használjuk. Ha hirtelen manővert kell csinálni, akkor pedig a kormánymozdulatoknál nagyon-nagyon fontos, hogy ne rántsuk el a kormányt, hanem próbáljunk meg finom kormányzással, finom kormánymozdulatokat tenni. Ugyanilyen fontos a követési távolság megtartása és a téli gumik használata is. Hosszabb út előtt ellenőrizni kell az autó fagyálló és üzemanyag szintjét, fényszóróit, illetve ajánlott jégoldót, törlőkendőket, plusz takarókat, ivóvizet, illetve szükség szerint hóláncot tenni a járműbe. Az ünnepek alatt arra is figyelni kell, hogy mit esznek házi állataink. A csokoládé, a szaloncukor például méreg nekik. A tudnivalókról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Pályafutása legsikeresebb esztendejét zárja Majoros Bence. A nyírbátori asztali teniszező első felnőtt Európa-bajnokságán képviselhette a magyar színeket. Németországban pedig a második ligás Borussia Dortmund játékosaként gyűjti a győzelmeket a 19 éves játékos. A várakozástól elmaradva a megyei első osztályú bajnokság 12. helyén várja a tavaszi folytatást a Máté Szalkai futballcsapat. A klub vezetői pedig évvégéig szeretnék megtalálni a végleges megoldást jelentő edzőt is. Karácsony táján megszaporodnak a lakásban tartott kutyákat, macskákat fenyegető veszélyek. Sokszor nem is gondolná az ember, mi mindenre kell odafigyelni ilyenkor, ha szeretnénk megkímélni kedvencünket egy kis gyomorrontástól, vagy akár nagyobb problémáktól. Hányás, hasmenés, idegen test a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kis kedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal, incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról díszcsomagolásban. A szaloncukor már önmagában is problémákat okozhat. Kakaótartalma, csokoládétartalma az, ami mérgező a kutyák és macskák számára. Kisebb mennyiség felvétele általában még nem jelent problémát, nagyobb adag az, ami elősegíti a mérgezéses tünetek kialakulását. Fontos, hogy megelőzzük azt, hogy hozzáférjenek ezekhez a finomságokhoz. Ők nem bíbelődnek a csomagolással, hogyha esetleg lenyelik a csomagolóanyagot, illetve azt a fémes akasztót, az a mérgezés mellett egyéb problémákhoz is vezethet. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő kedvenceinkre. És ne feledjük, hogy az ünnepi terülj-terülj asztalkán a fűszerezett ételek, a szaloncukor, a beigli nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor,
inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatnivalókat. Pályafutása legsikeresebb esztendejét zárja Majoros Bence. A nyírbátori asztali teniszező első felnőtt Európa-bajnokságán képviselhette a magyar színeket. Németországban pedig a második ligás Borussia Dortmund játékosaként gyűjti a győzelmeket a 19 éves játékos. A karácsony előtti két hetet Nyírbátorban töltötte Majoros Bence, aki másfél évvel ezelőtt igazolt a legerősebb európai bajnokságnak tartott német Bundesligába. A 19 éves fiatalember fél évi vizsgáit tette le a Bátori gimnáziumban, emellett családi körben igyekezett feltöltődni a következő szezon versenyei előtt. A 2016-os évre visszatekintve elégedett lett a nyírbátori nevelésű játékos. Számomra ez nagyon sikeres évnek tekinthető. Ugye egyrészt egy elég jó fél évet zártam még az előző szezonban Weinheimben, a harmadik ligában. Ennek köszönhetően most ezt a szezon már a második ligában, Dortmundban kezdhettem. Egyelőre még 3-as-4-es pozíción játszottam, és egy 14-4-es bilanszal zártam most ezt a fél évet, ami elég jónak számít. És tényleg a fejlődéssel is, az eredményektől függetlenül is nagyon elégedett vagyok, és úgy tűnik, hogy a következő fél évben már felül, tehát 1-es-2-es pozíción fogok játszani, ami előrelépést jelent. Majoros Bence a magyar válogatott tagjaként asztalhoz állt a budapesti felnőtt Európa-bajnokságon. Az egyéni versenyben már továbbjutónak elkönyvelt játékos egy vezetői baklövésnek köszönhetően búcsúzott az ebétől. Ez volt számomra az első, külön öröm volt, hogy ez Budapesten volt, szóval Csekös anyubáék és családtagok, barátok is el tudtak látogatni és tudtak drukkolni nekünk. Ugye ott életem eddig legnagyobb eredményet értem el, és sikerült megvennem a Karakasevicset. Ugye utána ez ilyen vegyes érzelmekkel ért véget ez az Európa-bajnokság, de mindenképpen tanultam belőle, és az is egy előrelépés jelentett a karrierem szempontjából. Majoros Bence karácsony után utazik vissza Németországba. Tavasszal a csapatbajnoki kötelezettségek mellett az U21-es Európa-bajnokságra és a felnőtt világbajnokságra fókuszál majd a nyírbátori fiatalember. A várakozástól elmaradva a megyei első osztályú bajnokság 12. helyén várja a tavaszi folytatást a Máté Szalkai futballcsapat. A menet közben edzőcserén átesett együttesnél az év végéig szeretnék megtalálni a végleges megoldást jelentő szakembert, a klub vezetői. A Máté Szalkai MTK átalakított kerettel a harmadik, ötödik hely valamelyikét megcélozva vágott neki a bajnokságnak. Az első két meccset elvesztette a Siska Attila által irányított együttes, majd két győzelem következett. A folytatásban viszont nem a várakozások szerint alakultak az eredmények, így a szakosztály vezetése úgy döntött, hogy megköszöni az edző munkáját. Szezon közben a kialakult eredménytelenség miatt bekövetkezett egy edzőváltás. Az utolsó négy fordulót egy szakmai triumvirátus a jómagam vezetésével látta el. Az utolsó négy meccsen sikerült plusz 7 pontot szereznünk, pozitívvá tenni a gólkülönbségünket, és azt gondolom, és a fiúknak is ezt mondtam, hogy erre az utolsó négy meccsre lehet építeni a jövőt illetően, nem szabad, hogy elkeseredjünk, sem ők, sem mi vezetők, sem pedig a közvélemény, és egy jó erős tavasszal, remélem egy jó erős tavasszal sikerül majd a szezon elején kitűzött célok közelébe kerülni. Papik Zoltán szerint az őszi szezonban egy-egy meccsen apróságok döntöttek a pontok sorsáról. Rendkívül kiegyensúlyozott volt, ami a táblázatból is látszik. Nagyon sok az egyforma képességi csapat. Pillanatnyi forma, vagy esetleg a szerencse döntött nagyon sok meccsen, vagy pedig az, hogy kiknél voltak több rutinosabb játékosok, vagy pedig a mi példánkat véve, hogy mi még nem voltunk összeállva, nem voltunk annyira érettek, tehát ez is nagyon sokat számított csapattaktikai szinten. A Máté Szalkai MTK-nál a vezetők az év végéig szeretnék megtalálni a végleges megoldás jelentő edzőt a kispadra. A keretben nem várható jelentős változás, a játékosok tavaszra is megkapják a bizalmat. A felkészülés január közepén kezdődik, az biztos, hogy az MMTK benevezett az MLS megyei igazgatósága által kiírt nagypályás felkészülési tornára, a további programot pedig az új tréner segítségével állítják majd össze a vezetők. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Új mentőautók üzembe helyezése, állomások korszerűsítése és mentéstechnikai fejlesztése. Aktív évet zárta az Országos Mentőszolgálat megyei mentőszervezete. Idén mintegy 77 ezer mentési feladatban vett részt a 460 megyei dolgozó. Több tízezer forint állami támogatástól is eleshetnek azok a szülők, akiknek 10 és 25 év közötti gyermeke még nem kapta meg az adóazonosító jelét a NAV-tól. Ez a hír jelent meg több médiumban. Azonban minden 25 év alatti gyermek hivatalból kapott adószámot a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, így minden család érvényesítheti majd az adókedvezményt 2017-ben is. Országosan 40-50 karácsonyfa tűz fordul elő az ünnepek alatt. A gyantagőz miatt a karácsonyfák néhány perc alatt leégnek, és könnyen kigyulladhat az egész ház. A katasztrófa védelem arra is felhívja a figyelmet, az adventi koszorúkon a gyertyákat, a fenyőfákon a csillagszórókat és a fényfüzéreket is érdemes elővigyázatossággal használni. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 23-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkért és további tudósításokért addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!